A ma nehézségeit nem oldja meg a gyűrölet. Különböző festési technikákat ismerhettek meg a résztvevők. Ragyogó napos idővel kezdődik a március. Köszöntöm a 60 televízió nézőit, önök a híradót látják február 27-én hétfőn, Fekete Gábor vagyok, mondom is a részleteket. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékező szentmisét az újhatvani Szent István király római katolikus templomban. Horváth Richárd kiemelte, hogy emlékeznünk kell arra, hogy a ma nehézségeit nem oldja meg a félelem és a gyűrölet sem. A kommunista diktatúrák áldozatairól emlékeztek meg az újhatvani templomban. Február 25-én 76 évvel ezelőtt a szovjet hatóságok letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Béla országgyűlési képviselőt, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Minden évben 2001 óta megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól. Horváth Richárd polgármestere megemlékezésen azt mondta, hosszú a kommunizmus nevében elkövetett gonoszságok listája, nevében véreskező diktátorok nyomták el saját népüket, és azokat, akik a szabadság mellett szólaltak fel. Kimondhatjuk, hogy a kommunizmus ideológiáját felhasználó hatalmak mintegy 100 millió ember haláláért felelősek. Csak Magyarországon 1945 és 1980 között több mint 70 ezer embert börtönöztek be, 700-nál is több embert végeztek ki, és egyes becslések szerint a 100 ezeret is meghaladja azon magyarok száma, kiket Málenki robotra hurcoltak el a Szovjetunióba. 60-ként is velünk él Lukács Perbál és Krisztián Rafael atya és ferences társaik elhurcolásának emléke, kiket elítéltek és a gulágra deportáltak. Beszédében kiemelte, a mai nehéz helyzet jelenségei még fontosabbá teszik az emlékezést. Emlékeznünk kell honfitársaink áldozatára, az őket elnyomó hatalom jellemére. Emlékeznünk kell, hogy képesek legyünk felismerni, ha újra valaki egy ideológia szólamai mögé bújva, azt felhasználva, igyekszik félelmet ébreszteni és gyűlöletet szítani bennünk, embertársaink iránt. Emlékeznünk kell arra, hogy a ma nehézségeit nem oldja meg a félelem, sem a gyűlölet, hiszen sosem oldott meg semmit sem. Mi hatvaniak inkább abban hiszünk, hogy segítő kezet kell nyújtani azoknak, kik szükséget szenvednek. Az áldozatok emlékére tartott szentmisét Kecskés Attila atya celebrálta. Mint mondta, létezik a gonosz, kinek célja, hogy szembefordítsa egymással azokat, akik nélküle harmóniában élnének egymással. Éppen ezért a békért való imádkozásra szólította a híveket. Ha egyedül Isten lelkének a befolyása alatt élnénk, Isten lelke bizonnyal soha nem gerjesztene bennünk olyan gondolatokat, amelyek bárhol, bárhogyan, bármikor szembefordíthatnak minket egymással, Istennel vagy a teremtett világgal. A megemlékezés a templom kertjében ért véget, ahol megkoszorúzták az emléktáblát és gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére, majd a jelenlévők közösen énekelték el a himnuszt. Porcelánfestő workshopot tartottak az Ady Endre könyvtárban, az érdeklődők megismerkedhettek a porcelán történetével és különböző festési technikákat is kipróbálhattak. Az elkészült alkotásokat pedig égetés után majd haza is vihetik. Koncentráltan dolgoznak a porcelánfestő workshop résztvevői a könyvtárban. A programot 6. alkalommal rendezte meg a Barangoló Kulturális Egyesület az Új Utak pályázati projekt részeként. A Fehér Arany más néven a porcelán történetéről hallhattak összefoglalót az érdeklődők, emellett szó volt még hazai porcelán manufaktúrákról is. Rövid áttekintés után a résztvevők kiválaszthatták, milyen mintát szeretnének festeni, legnépszerűbbek a virágmotívumok és az állatok voltak, de mandalát és tájképet is festettek. A másik oldalt bekeníthetek színpóral, szépen bekel, és olyan lesz, mint egy indigó. Miután mindenki felvázolta a porcelánra mintáját, előkerültek a színes festékek, ecsetek, és elkezdődött az alkotás.
Volt olyan, aki nem először vett részt ezen a programon. Eddig két alkalommal sikerült ezt a tányért megfestenem, és kb. Olyan 4 óra volt összesen, és igazából interneten kerestem egy olyan képet, ami jó színes, kreatív és vonalas technika, úgyhogy ez alapján kezdtem el azt az egészet, és szerintem amúgy egész jól haladtam, így tényleg még kezdő szinten csinálom ezt, és nagyon megtetszett. Úgyhogy hát most folytatom még, ez lesz a 3. alkalom, és remélem, hogy be is tudom fejezni. A foglalkozást Szentkelli Varga Szilárd tartotta, aki 16 évig volt a Herendi Porcelán Manufaktúra mesterfestője. Elmondta, mindenki könnyen el tudja sajátítani az alapvető technikákat. 3-4 órás egy workshop, mert az első alkalommal nagyon szép dolgokat tudnak alkotni, hogy mindenki bátran neki vághat, úgyhogy kipróbálhatja. És hát amiket festenek, nagyon jó anyagokkal dolgozunk, professzionális anyagokkal, festékekkel, mosogatógépállók, mikrószatok, úgyhogy ha valaki valami nagyon szép dolgot fest, bármilyen családnak ajándék, nagyon sok ajándékot szoktak egyébként családtagoknak, itt az élmény, eleve, hogy valakinek festünk, és hát aki megkapja, neki is élmény, hogy egy saját kézzel készült porcelánt kap valakitől. Hozzátette, mindig pozitív visszajelzést kap ezekről a foglalkozásokról, mindenki elégedett szokott lenni az alkotásával. A megfestett bögréket, tányérokat kemencében égetik majd ki, amit ezután haza is vihetnek a résztvevők. A frontérzékenyek számára megterhelő időszakban vagyunk, a következő napokban is egymást váltogatják majd az időjárási frontok. Az elmúlt napokban ismét megmutatta magát a tél éjszakai fagyokkal és hideg nappalokkal, és a héten is hasonló éjszakákra is számíthatunk. Akár -5 fok alá is csökkenhet majd a hőmérséklet, még nappal általában 5 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk. A hét elején még elszórtan lehet kisebb csapadék, napközben viszont már szárazabb idő valószínű. A következő napok során csökken a légkörnedvesség tartalma. Egyre szárazabb időre számíthatunk, azonban hajnalban továbbra is készülhetünk légköri fagyok kialakulására. Napközben, ha csak kismértékben is, de szombatig bezárólag napról napra erősödik a nappali felmelegedés mértéke, csütörtöktől szombatig már kora tavaszias tartományban prognosztizálhatóak a csúcshőmérsékletek, jellemzően 7 és 12 fok között alakulnak majd mindezek. Viszont fontos megjegyezni, hogy a napi hőingás mértéken megint csak egyre tágabb hőmérsékleti intervallumot tölt majd be, így továbbra is érdemes lesz rétegesen öltözködni. A legfrissebb előrejelzések alapján a hét legutolsó napján csökkenő tendenciát mutatnak a hőmérsékletek. Szerdán naptárhoz igazodó idővel veszi kezdetét a meteorológiai értelemben vett első tavaszi hónapunk, azaz a március. A hétvégén megélénkül, majd akár meg is erősödhet az északnyugati szél, és a felhőtáv vonulásokból zápor is kialakulhat. Az igazi langyos tavaszi idő egyelőre várat még magára. Izgalmas programokkal várják a látogatókat a Vadászati Múzeumban március 15-én. A kastélytörténeti épületvezetés mellett tematikus tárlatvezetéssel készülnek, melynek főszereplője Fekete István lesz, valamint a Bereki ember című életrajzi filmet is levetítik majd, és egész nap családi kézműves foglalkozásokat is tartanak. Ingyenes ruhabőrzét tart a 60-i karitatív összefogás a Hunyadi téri piacon. A szeretett szombaton reggel 8 órától mindenki válogathat előre összegyűjtött ruhák közül a készlet erejéig. A bőrzére minden korosztályt várnak. Kedre virradóra még elszórtan lehet kisebb csapadék, napközben viszont már szárazabb idő várható, hajnalban -9, 0, délután 3 és +9 fok várható. Szerdán ragyogó napos idő ígérkezik, csapadék nem várható, a csúcshőmérséklet 5 és 11 fok között alakulhat. Csütörtökön a napos időszakok mellett erősen megnövekedhet a felhőzet, hajnalban fagyra lehet számítani, délután pedig 5-11 fokot mérhet.
Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink hétfőn. Most a mesepercekben a Három Csibe című mesét hallgathatják meg a gyerekek, ezt követően pedig a palettában az Anima vonós négyes koncertet láthatják. Adásainkat pedig visszanézhetik a 60 Televízió YouTube csatornáján és a Facebook oldalán. Híreinket pedig megtalálják a 60hirlap.hu weboldalunkon. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!